Gyerekek, eszméletlen jó, hopp, eszméletlen jó, 2,5 körön vagyok túl, lementem egy kört és egy negyedet, és nem akarta külsőről leszállni, és állítanak beértem az első kanyarba, és automatikusan átcserít a belsőre. Újra energiát kaptunk, én meg meg is nyugodtam, hogy cserél. Nagyon fontos, pláne őnála tudom, hogy miért, használja mindkét lábát-e vagy sem. De szuper volt. És a utolsó, másik egy és egy negyedet úgy jöttünk, hogy helyes lábra is rátettünk egy tempót, úgyhogy egy kis megnyugvás ez nekem. Figyelni kell a dolgokat, gyerekek. Figyelni, pláne egy érzékeny lábú lónak csak egyet használ. Így is lehet bármi, hogy mindkettőt használja, de jobban fennáll, hogyha csak egyet. Úgyhogy hála Istennek átkerült az ember. Jó van. Egyelőre meg vagyunk. Engedek a gurtin, dombozgatok egy kicsikét. Csak jó neki. Raport Fatime pályába, valahol kiabáltak a túloldat. Menjél! Nem megyek, baszod. Ugyanazt megyek, mint ti. És első kör galocsasz volt. Nektek is, nekem is. De nem is találkoztunk, sőt, nem is látom őket. Nem tudom, hol vannak. Valahol vannak. Jó van, édesapa, jó, abszolváltuk ezt a mai munkát. Oda kell figyelni, kicsit hátra megy a cég. Hú, bazd meg. Hát nagyon rossz ez a kamera. De hát valakit nem tudna segíteni, hogy tudom, hogy mi hogyan. De egyszerűen nem bírom kicsire venni ilyenkor. Valamikor szépen kicsire veszem, de nem mindig reagál rá. Tehát nem más gombot nyomok, ugyanazt nyomom, és nem mindig reagál rá. Hogy beállítani úgy, hogy stabilra. Na, már csesztem el felvételeket. Na mindegy, elmondtam, de valami szörnyű valami lehet ott. Egy nagy semmit látni, de nem is az az érdekes maga az, hogy jó van, és akkor elmegyek dombozkatni. Szépen sétálunk, gurtit engedtem. Úgyhogy nem tudom, magamnak rapikálni. Ugyanazt jöttetek, mint én, ne idegesíts föl! Ha első kör galocsasz volt, nektek is, nem? Vagy elcsesztétek a munkát? Más nem lehetett. Mögöttem jöttetek be, ti is galocsasz, másfél kör jó erős Uber. Ugyanaz. Előttetek voltam 250 méterrel. Akkor mit csesztelek át? Lányaim, ne várjam, meg nagyobbak lesznek. Most kéne radikálisan tiszteletet szereznem, mert amikor már ilyen tolókocsik kitolnak olyan 100 éves koromba, akkor már nem tudok mit csinálni. Kitolnak reggel, azt mondja, te! Öreget behoztuk. Ú, bazd meg, kimarad. De most már maradjon kin, hagyd száradjon meg. Ez lesz. Tehát most kell tiszteletet, még van erőm. Mert még tudok rúgni és ütni, eszméletlenül, ha kell. És ha kell erőárán tisztelet, persze azt mondják, nem jó erőárán tisztelet. Én másképp meg mára nem tudok. Úgyhogy most megszerzem a tiszteletet, ha bírom. Itt a vennyige a kezembe. Nem bírok másképp. Nem. Lovakkal úgy jól kommunikálok, emberekkel, nem tudom, hogy megy-e olyan jól. Megyünk itt egy jó pár köröcskét. Jó van, babám. Jaj, de nem dőltem annyira előre neki. Sziasztok!